Köszöntöm a kóborló nézőit, ma egy különleges hobbiba nyerünk bepillantást, ami már művészetbe megy át. Mint kiderült, a gancsból nem csak trófeát lehet készíteni, sokkal egyedibb, akár háromdimenziós nyakéket is. Az előbbi képsorok ugyan lehet megzavarták nézőinket és kevésbé értik a képkockák közötti összefüggéseket, de ígérem, mindent sorban elmagyarázunk. Kezdjük talán ott, hogy a fa, kő és az agyag megművelése, szobrok készítése egy ősrégi mesterség. Ha hiszünk a Darwin-féle elméletben, akkor tudjuk, hogy az ősember kőből faragott fegyvert és azzal vadászott. A vadászat során elejtett vad csontjaiból pedig ékszereket és használati tárgyakat készített. Ugyan még mindig messze állunk az agancs és a fogászati fúrók közötti viszony megmagyarázásától, de kezdik kapiskálni, hogy merre is tartunk. Él Csíkszentléleken egy fiatal ember, családos apuka, aki évek óta fúrja és faragja nagy szenvedéllyel a fát, aztán egyszer gondolt egyet és neki kezdett az agancsot is megművelni. Mikor jött akkor az ötlet, hogy na egy kicsit a fát tegyük félre, próbáljuk meg a csontot? Hát az ötlet már rég, ahogy mondtam, az előbb rég megvolt, csak lehetőségem nem volt. Egy 4 éve van az, hogy csonttal is dolgozok. Azóta hanyagoltam a fát is, de most, hát mikor, hogy a megrendelések azért hozzák ezt a... Van, amikor többnyire fával dolgozok, van, amikor csonttal. És ezt tanultad valahogy, vagy kitanulmányoztad saját magadnak, saját magadat próbáltad fejleszteni, vagy hogy van ez? Hát a csontra gondolsz? A csontot azt mondtam, egy jó barátom megmutogatta, a többit azért itt magamban tapasztalgatom, még mai napig, sőt úgy érzem, még sok mindent fel kell fedezzek, tanuljak, különböző trükköket, amit esetleg azelőtt nem úgy csináltam, most rájövök, hogy könnyebb, meg szebb is esetleg. Tehát... Mivel sok rengetegféle marószerszám van, fel kell fedezni mindig, hogy ezt erre jó használni, vagy ezt arra, vagy egyáltalán nem is szabad megpróbálni, mert tönkre teszi az egész anyagot, lekapja a legfinomabb részeket, vagy, és ott van, hogy egy napi munkáda, vagy kettő is elszalad egy ilyen ballépése. Az anyagra visszatérve, a fánál egyértelmű, hogy fa az alapanyag, de a csont, illetve az agancsnál milyen alapanyagokat szoktál használni, illetve mi a jó alapanyag? Hát a legnemesebb része a csontnak azért az agancsnak a rózsája. Az tudni illik, mintha egészen más anyag volna az egész. Majd megmutatom kint a műhelybe is, miben különbözik. Az agancsnak az egész teste igazából a karimája, tehát a kerülete egy 2-3 mm anyag, ami felhasználható, a közepe nagyon pórusos, tehát pudvas lényegében. Tudni illik, amikor nő az aggancs, ott vérerek lássák el az egész növekedést, és ezért, amikor elszárad, ott tiszta lyukak maradnak, tehát rostos marad, olyan lesz, mint egy szita. A rózsája az, amit fel lehet használni, nemesebb faragásra, mert az egy 3-4-5 mm vastag, igazi csont, tehát akármilyen csonta vetekszik, sőt, nem is lehet összerakni, egy lábszárcsonta sokkal erősebb. És honnan kapod ezeket? Mert azért nem úgy van, hogy jönnek az őzikik, vagy szarosok, hagyják itt. Sajnos, hát elég régen arom az erdőket gyerekkorom óta, de nem is kaptam még egyet se, sajnos. Vásárolom többnyire, akik meg szerencsésebbek, azoktól megvásárolom, vagy dolgozok helyette nekik, vagy ilyen elszasonló módon. De bevásárolom mindig, tehát felvásárolom. Na de akkor jöjjön egy kis agancsbiológia. Az agancs az úgynevezett rózsatőből indul ki. Az agancstő és az agancs érintkezését a vadásznyelvben koszorú vagy rózsa névvel illetik. A fejlődő agancsot vérerekben és idegekben gazdag bársonyos szőrrel borított bőr az úgynevezett barka vagy háncs borítja. Ez látja el a növekvő agancsot oxigénnel, ásványi és tápanyagokkal. Miután az agancs növekedése befejeződött, a szarvas ledörzsöli a háncsot róla, amit az agancs tisztításának neveznek. Az agancs nem holt csont. Az agancs és a bika között élő kapcsolat van, mely csak az agancs levetésekor szűnik meg.
Az agancs elvetésének ideje fajonként változik. Az őznél ez ősszel, a gímszarvasnál tavasszal történik. Szóval Robinak ősszel és tavasszal lehet alapanyagot gyűjteni, hogy alkosson belőle, de pontosan mit is? Miket szoktál készíteni, illetve miket kérnek a agancsból? Hát érdekes. A kovács üllőtő a zárgéig, tehát a rózsától a cserefalapig, minden, hát, de többnyire vadászati témájú dolgokat szoktam faragni. Valahogy beleillik a képbe is, természetétől fogva az agancsnak is, tehát, és igazából az igénylők is, a rendelők is többnyire vagy erdészek, vagy szeretik nagyon a természetet, vagy vadászok. Ezek a klientúra inkább ebből áll. És ezek leginkább ajándéktárgyak, vagy vannak használati tárgyak is? Hát igyekszek ajándéktárgyakat is, meg használati tárgyakat is, attól függ a felkéréstől. Változó. Késeket is szoktam csinálni, a késnyeleket is kifaragom, hogyha aggancsból rakom. Hát, vagy pohártartók, tehát design keveredik szerintem használati tárgya, meg a háznak a díszével, vagy... Milyen gyakran szoktak jönni felkérések, hogy milyen gyakran van az, hogy na igen, nekem Léci, csinálj meg valamit, milyen gyakorisággal vannak munkáid? Hát munka felől nem panaszkodok, az itt nálunk van, de az az igazság, hogy csak részidőben dolgozok a műhelyben, mivel hogy más munkahelyem is van, délutánonként, hobbiként, időtöltésként csinálom ezt, és így amennyi időm van, annyi munkám van mindig lefödve általában, mert egyebekre is kell még szabad idő, úgyhogy nem tudok csak a műhelyen dolgozni. És mondjuk akkor tegyük fel, egy ilyen nyakkendő díszt kell megcsinálni, az mennyi idő alatt lesz kész? Hát fú, ez változó, mert függ nagyon a mit fog tartalmazni az a dísz. Nyilvánvaló, hogy egy virágszál fele annyi időt se vesz fel, mint egy szarvasbika, ami szerintem a legnehezebb megcsinálni még mindig. Hát változó. Ez 5-10-15 órát is akar mennyit fel. Tehát függ nagyon a motivumtól. Mivel az agancsrózsa kisméretű, a belevésett és faragott állatok motívumok még kisebbek, ezért precíziós szerszámokra van szükség. Kimondottan célszerszámok ezek, igazából a fogászati, fogtechnikusi fúró-marró fejek ezek, amivel a csontot lehet művelni, már próbáltam vésővel is, de 10 percenként fenni kell a vésőt, már kicsorbítsa, tehát visszakandarodik az éle egy az egybe. És akkor honnan szerezted be te ezeket a célszerszámokat? Hát vásároltam internetről, meg vannak olyan vadász kollégák is, akik segítettek, tehát fogtechnikus munkaprogramba, akkor így aztán, meg az ő beszállítójától is vásároltam elég sokat. Amikor ilyen pici munkafelületről és még kisebb munkaeszközökről beszélünk, akkor értelemszerűen ezekből az következik, hogy nagyon sok türelem és idő kell egy-egy szép tárgy elkészítéséhez. Sokszor csodálkoznak, amúgy nem vagyok egy türelmes ember, sajnos, tudják ezt rólam, de mindig csodálkoznak, hogy hát neked hogy van ehhez türelmed. Szerintem itt tudok kikapcsolódni, itt tudok lazulni, itt tudom magamat ellazítani. Mi volt eddig, vagy van-e, ha visszagondolsz, van-e olyan munkád, amire úgy azt mondod, hű, na ész, ezzel dolgoztam a legtöbbet, ez volt a legnehezebb? Hát van egy munkám, majd megmutatom mindjárt, amivel már régóta próbáltam, de soha nem volt annyi időm, fizikai időm, hogy összerakjam. Egy órát faragtam, amihez 12 motívumot használtam fel, 12 rózsát. Soha nem volt annyi időm, hogy 12-t csak erre faragjak, vagy egyet, kettőt faragtam, egyet elvittek, egy maradt megint, tehát mindig ezt a végén már oda kerültem, dugdostam, ne lássák meg. Ebben az alkotásban több mint 200 óra munkát fektetett bele Robi, de kétségkívül megérte a fáradozást. Tettek már 800 eurós ajánlatot is az óráért, de az agancsfaragó nem engedte ki kezéből a műalkotást, amelyen található kis, közepes és nagy rózsa is.
A gancson kívül még próbáltál valamilyen más alapanyagot felhasználni, hogy próbálj abba forogni? Nem. A csontra gondolsz? Igen. Nem. Nem, sokan dolgoznak még lábszarcsontból, de azt főzni kell, ki kell főzni, ki kell fejríteni, nem mindig lesz az a megkívánt minőségű, amiből, ami meg azt a szilárdságot adja, és akkor azt mondtam, hogy annyi időm nincs, hogy tanulmányozzak vele, tehát ez biztos, hogy szerintem a mamut csont után az egyik legkeményebb, a szarvas aggancs rózsája. Mekkora volt a legnagyobb rózsa, amivel dolgoztál, és legkisebb, ezek mit kell tudni ezeknek a méreteiről? Hát egy idősebb bikának nyilván egy jó génállománnyal rendelkező bikának nagy aggancsa van. Az idő, ahogy telik a bikáknál is, úgy nő az aggancsuk általában, amíg elérnek egy bizonyos kort. Egy bizonyos kor után azt mondják, visszarak a bika, amikor öregedik, már megint kezd vissza, mint az öregember, visszamenni a gyermekkorba, kisebb, vékonyabb, silányabb az aggancsa. Tehát szerintem egy csúcsidőben, csúcs életévében lévő bika az olyan 7-8 éves, 9 évig el. Annak nyilván olyan aggancsa is van, akár 12-13 centi a kerülete. Egy kis bika annak, egy 2-3 évesnek 5-6 centi, és úgy növekedik évente, ahogy újat és újat növeszt a bika. De akkor függetlenül te tudsz a kicsivel is a nagyjal is dolgozni? Hát persze, adja az adott dolog, hogy miből mit lehet kihozni, tehát az adott rózsa. Mi volt a legnagyobb dolog a méretben, amit kellett készítsél egy mondjuk egy rózsába? Rózsából? Így. Hát több is volt, de amikor igazi nagy rózsát kíván meg, az általában két állatot is kellett belefaragni. Tehát volt egy olyanom, hogy egy agarat ábrázoló rózsát, ami kerget egy nyulat, vagy egy szarvasbika, meg egy szarvastehén. Ilyen két vaddisznyó verekedik, vagy két medve verekedik. Egyre kíváncsibb lettem, hogy miből is lesz a cserebogár, azaz, hogy lesz agancsrózsából műalkotás. Az elméleti részben átbeszéltük, de gyakorlatilag ember vagyok én is, te is. Fogjunk neki akkor, hogy is kell csinálni egy ilyent? Hú, mivel kezdődik? Hát elsősorban a nyersanyagnak a előkészítése, a folyamat. Ehhez előszereltem egy kisebb aggancsot. Meg tudom mutatni az első lépésekte. Például ez egy kisebb aggancs. Szükségünk van a rózsájára. Igen. Tehát ezt le fogom fűrészelni. Milyen vastagságba kell? Hát általában ugye azért eltervezem, hogy mit szeretnék belőle, hogyha egy mondjuk egy bikát szeretnék, akkor egy kicsit vastagabbra hagyom, ha egy kisebb állatot, akkor nem fontos. De mindenképpen a rózsa gyöngysorra mögött vágom le a rózsát, mert utána vékonyítani még lehet, de hozzáadni már nem. Értem. Na hát akkor kezdjük avval, hogy le fogom fűrészelni ezt a rózsát. Jó. Veszek egy fűrészt. Ezt általában vagy géppel, vagy kézzel szoktam, de ebben az esetben kézzel fogom lefűrészelni. Az éken vasárból fűrészel, hogy ne szálkás is kell? Nem is viszi más. Nem viszi más. Tehát próbáltam vasvágó vagy csontvágó fűrészsel. Lehet csak levágni, mert... Akkor kicsi kézi papírészt. Á, nem viszi. Nem viszi, hát ez... Hát kalapáccsa nem tudom eltörni a rózsát, annyira kemény. Okay, ezt most én levágom, ami nem olyan egyszerű, de... Miután levágta Robi a használható részt, még kellett rajta igazítani, tisztítani, hogy fel lehessen rajzolni a rózsára a kívánt motívumot. Következő lépés a rózsát megtakarítom, egy olyan felületet biztosítsak a rózsának, amire szépen lehet rajzolni, meg át az elszíneződéseket, meg a borzát, tehát igazából az érdes felületet eltávolítom. Ahhoz, hogy lehessen rajzolni rája, és neki lehessen fogni egy hát nem számoltam, de kb. Ennyi, meg még van egy ennyi, amit ritkábban használok, ezeket használom gyakran.
Tehát nem számoltam, de van egy fal. Ezt el kell takarítani, mert ha nem, nem lesz. Hát ez függ attól, hogy a bika, amikor elhullatta, ezek a csontfaló, vagy baktériumok, vagy tehát egy igazából hasznos idegen test az a bika szervezetébe, mennyire marták el a vérpórusokat, mennyire száradt el a, mert olyan is van, hogy a talált aggancs rózsája még tiszta vér. Vagy olyan is van, hogy időnap előtt, ami előtt még elhaltak volna a vérerek, beleakad egy ágba, és lerántja úgymond a koponyájáról. Tehát igazából még nem lett volna ott az ideje, de lerántja maga a természet. Tehát egy baleset vagy egy baleset következnében hamarabb elúl, és akkor attól általában ez is szerintem igazából vér. Rátapott vér, rászáradt vér, még az bika vére. Természetesen ezt meg kell tisztítani, meg vannak olyan dolgok is, hogy ha nem tisztítod meg, meglepetés is történhet, tehát mikor letakarítod, akkor alatta van egy, mutatok egy példát, látod, ebbe belülről ült belé egy nyű, ez a csontfaló nyű, és egy, igazából egy szuvasodást csinált az aggancsban, meg tudom mutatni, nem tudom, tehát valószínű a barkán keresztül még kisebb, amíg még nem nőtt meg. Itt van benne, tehát tagadatlan se felülről nem ment belé, hanem ez alulról, és benne van, itt van. És ha ezeket nem takarítod meg a felületet, akkor az ilyen meglepetések nincsenek. Nem látod, csak a végén, ami aztán tényleg kellemetlen meglepetés, amikor pont esetleg az állatnak a fejéhez fog kerülni ez, és nincs amivel kipótol, nincs amivel erre hozza a dolgot. Ezért kell megtakarítani, amennyire csak lehet. A takarítás után a rajzolás következett, amit sima ceruzával és radírral kell elképzelni. A szarvasbika alak pedig lassan körvonalazódott, még ha olykor egy kis javítást is eszközölt rajzolás közben Robi. Miután elkészült az alak, a nagyolás és mélyítés következett, természetesen ez már csak géppel és változatos fúrófejekkel. Hát mindig a kontűrrel, igen, először a körvonalakat próbálom megkivágni. Milyen mélyre kell rendelni? Hát ezt elég mélyre ahhoz, hogy átvágjam. Jelenleg evel át se tudom vágni, ki kell cseréljem a fúrót, mert nem éri át. Meg ha nagyon erőtetem, beletörik. Tehát sajnos, hogy elég fogyóeszközök ezek a fúromarró szerszámok. Törnek, felforrósodnak, pattannak el, nagyon meg vannak edzve, nagyon nagy, tehát hamar eltörnek. Nem elég a grafikai vonalvezetést követni, amikor kimarni akarjuk a végleges formát az agancsból, ugyanis az anatómiai jellemvonásokat is vissza kell adni a születendő bikának. Na, megvan a körvonal, akkor most mit kell csinálni? Hát próbálom megadni az anatómiai körvonalait, a testrészinek a körvonalait az állatnak, hogy látszódjanak az izmai és meg arányos legyen azért az az állat. Akkor ehhez kell a több idős a türelem. Igen, hát ez... Ez sok idő kell, ami sajnos ebben a világban mindjárt nincs. Meg elég sok vadászlapból próbálok tanulni, nézegetni őket a az anatómiát, hogy mi, hogy helyezkedik el egy állaton, mert minden nap nem látunk bikát, nem tudjuk igazából minden a testrészit, hogy van. Itt vannak a kényes dolgok, amikor hozzáér a marró, és lekapja, letöri a csontot. Minimális verése van minden fúrónak, vagy a kezed tévedése, akkor letörik.
Általában ott ilyen helyeken. Itt nincs olyan lehetőség, hogy ragasztani vissza valamit? Hát, vagy van? Kisebb dolgokat meg lehet próbálni, de hogyha látszik, akkor az a minőségre menj. Tehát nem igazán. Nem akarok evel élni igazából. Igyekszek odafigyelni. Nem azt mondom, hogy sebészi pontossággal kell bánni azokkal a furó fejekkel, de tény, hogy sok gyakorlást és nem kis kézügyességet igényel ez a hobbi, ami már lassan a művészet sorába ékelődik be. Faragás közben egy igazi szakmai titkot is sikerült kihúznunk a csontfaragóból, amire ő is az évek során jött rá. A csontfaragászat egyik kulcsa, hogy mindig a megfelelő furómaró fejet használd, nekem már ráállt a szemem igazából, mesélte Robi. Gondolom azt önök is észrevették, hogy több tíz kis hegyes fúrómaró feje van a faragónak, és ő mindig úgy nyúl közéjük, hogy tudja melyiket akarja használni. Na itt számít sokat a tapasztalat. Igazából az én tapasztalatom, amit magamnak tapasztaltam ki a munkák során, a nehezebb részekkel kezdem meg mindig, mert ha elrontom és el kell dobjam, akkor kár, hogy az egészet egyszer megcsináljam, a végén kell eldobjam. Mindig a legkényesebb dolgokkal kezdem, amúgy szeretek kockáztatni mindig, hogyha nem sikerül, akkor legalább nem dolgoztam annyi munkaórát vele. Igen, ezek például a legnehezebb dolgok most a szarvak és a láb például? Én azt mondom, hogy mindig minden szarvas állat nekem a legnehezebb. És a kollégákkal beszélve, még más emberekkel is mindenki ezt mondja, hogy azok a kényesebbek, mert azokat hamar letöri a fúró. Aztán addig fúrt, faragott és mart Robi, hogy elkészült a kisbika, ami egy kis vászon háttérre felhelyezve igazán pompásan mutatotta maga három dimenziójában. Miért szeretném ezt csinálni? Hát, ez egy hobbi lett szerintem már. Gyönyörködök a végén benne, hogy sikerült, meg azt is látom a megrendelő örömét, ez is egy fizetés nekem, te szerintem kielégítés. Halászok és kivált kép vadászok, ha igazán személyhez és szakmához szóló ajándékot szeretnének adni, netán egy agancsból készült csillát rendelni az új nyaralóba, most már tudják, hol juthatnak hozzá, és azt is, hogy milyen aprólékos munka és mennyi türelem van belefektetve egy-egy vadregényes táj vagy állat elkészítésébe. Agancsrózsából ismét szarvast, ez azért nem semmi. Sok türelem és kézügyesség kell ez a nem mindennapi hobbihoz. Köszönöm, hogy ma is minket választottak, további jó tévézést, viszontlátásra!